A Királyi Napok Néptánc Fesztivált először 1996-ban rendezték meg Fehérváron, de megszületésének ötletét 1988-ig vezeti vissza kitalálója Botos József. Akkor egy kanadai és finn együttese volt közös fellépése az Alba Régia Néptánc Együttesnek még mostoha körülmények között. A Vidám Park akkori színpadán, hát nem akarom elmesélni, hogy nézett az ki, sötét is volt, esett is az eső és minden, és csináltunk egy gálaműsort így hármasban az Alba Régiával együtt. Hatalmas siker volt, nem ment el a közönség az eső ellenére, akkor a magja elhintődött bennem, hogy hát ezt meg lehetne csinálni. A Tolnai utcai előadáson elhangzott, rengeteg nemzetközi eseményen szerzett tapasztalatát építette be Botos József és társulata a Fehérvári Fesztiválba. A cél az volt, hogy olyan találkozó jöjjön létre, amire nem sok példa volt, ahol közönség és táncosok nem csak a nagy előadáson tölthettek együtt időt. Itt mi erre úgy találtuk ki, hogy mindenre legyen lehetőség. Megnézzük Magyarországot, egyfajta turisztikai felvezetés volt ez. Tulajdonképpen akkor a gazdasági részét is, a szabadidő részét is, és a táncosok feltétlenül minden este találkoztak egymástól, akármilyen későn fejeződött a program, akkor találkozhattak egymással. Szóval egy táncosbarát, közönségbarát fesztivált. Botos József a vetítéssel egybekötött visszaemlékezésen büszkén mondhatta, hogy bár az első fesztivál még szinte néptelen főutcán zajlott, azóta minden célját elérte. Az elmúlt 25 évben több mint 80 országból érkezett táncosok csaknem 200 fellépéssel és számtalan közös programmal töltötték meg élettel Székesfehérvár belvárosát.